embercsempészeket fogtak. 14 magyar és egy ukrán állampolgár ellen folyik nyomozás, közülük 6-an előzetes letartóztatásba kerültek. Cél a megelőzés. Októberben 38 ezer fiatal lány kapja meg a méhnyakrák elleni védőoltást. A megyében közel 3000-en élnek a lehetőséggel. Értékből Hungarikum. Vándorkiállításon mutatják be a megyei értékeket. Nyíregyházán nyílt meg a tárlat. Embercsempész szervezetet számolt fel a rendőrség. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Mint Balogh Barnabás, a megyei rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese sajtótájékoztatóján elmondta, 14 magyar és egy ukrán állampolgár ellen folyik nyomozás, közülük 6-an előzetes letartóztatásba kerültek. Áttételesen az a 10 afgán menekült indított el az ügyet, akikre Lónya térségében találtak rá a határrendészek. Kiderült, hogy az Ukrajnából érkező és Nyugat-Európába tartó migránsokat egy jól szervezett embercsempész banda juttatta át a határon. A migránsoknak a meghallgatása indította a nyomozást, ekkor elsősorban a megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztályának a nyomozói kezdték meg az adatgyűjtést, illetve tanúkutatást, melynek során több olyan személy került látókörbe, akiket előállítottak, elfogtak, majd az ő kihallgatásuk megalapozta azt, hogy gyanúsítottként is felelősségre vonjuk őket. Ezen a napon, október 8-án összesen 8 főnek a gyanúsítotti kihallgatása történt meg. Volt, aki részben beismerő vallomás lett, volt, aki tagadta a terrorre rót bűncselekménynek az elkövetését. De ezek még tovább nyomozati cselekményeket indukáltak, úgyhogy 15-ére egy nagyobb szabású akciót szerveztünk. Ekkor már a terrorellátási központnak a munkatársai, a megyei rendőrfőkapitányság Jonathan beavatkozó alosztálynak a munkatársai, illetve hát a megyei főkapitányság bűnügyi igazgatósának, illetve a helyi szerveknek a munkatársai is ebbe bekapcsolódtak, és ekkor 6 személynek a lakásán jelentünk meg egy időben. A 6 személy elfogásra került, a lakásukban házkutatás megtartására került sor, illetve ezt követően pedig az ő gyanúsítotti felelősségre vonásuk is megtörtént. A házkutatások során több tucat mobiltelefont, fegyvereket, maszkokat és jelentős mennyiségű készpénzt foglalt le a rendőrség. A 15 gyanúsított közül 6-an előzetes letartóztatásba kerültek. Balogh Barnabás elmondta, hogy az embercsempész és büntetési tétele 3 év, azonban ha bűnszövetkezetben üzletszerűen követik el, akár 8 évet is kaphatnak a tettesek. Októberben 38 ezer fiatal lány kapja meg a méhnyakrák elleni védőoltást. A megyében közel 3000-en élnek a lehetőséggel. A méhnyakrák a nők körében előforduló leggyakoribb daganatos betegségek egyike. A 2 oltás beadatásával akár 93%-os védettség alakítható ki, ez azonban az egészségügyi szakemberek szerint nem helyettesíti a rendszeres szűrővizsgálatokat. Magyarországon évente 1500 új esetet diagnosztizálnak, és hetente 8 nő hal meg méhnyakrákban. Idén októberben 38.012. életévét betöltött lány kapja meg a HPV elleni védőoltást. Ez a szám európai viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sokan élnek a lehetőséggel. 3200 hetedik osztályos, illetve 12 éves korosztálybeli fiatal lányt vető nyilvántartásba. Ezek közül 2900-an igényelték ezt a védőoltást. Ez azt jelenti, hogy ez a szám igen jó. Az országos átlag is igen magas. Ebből is látszik, hogy a szülők, az édesanyák, illetve a gyermeket nevelők kellő komolysággal, illetve átgondoltsággal állnak ehhez a kérdéshez, és megpróbálnak mindent megtenni ennek érdekében. Az egészségügyi szakemberek rendkívül fontosnak tartják, hogy a nők már egészen fiatalkortól rendszeres szűrővizsgálatokon vegyenek részt. A humán papilloma vírus, azaz a HPV bizonyos típusai olyan elváltozásokat okozhatnak, amelyek a méhnyakrákos megbetegedések körülbelül 70%-áért felelősek. A védőoltás ezt gátolja meg. A szakemberek szerint a 12 évnél idősebb korosztálynál is tanácsos beadatni a védőoltást. Ezeket a védőoltásokat meg lehet vásárolni, hiszen a védőoltási programba beillesztett ez a kötelezően felajánlott védőoltás, a HPV elleni védőoltás, ami az idén került bevezetésre. Ugyanezt a típusú védőoltást meg lehet vásárolni patikákban, elérhető helyeken, felírja a receptre a házi orvos, illetve a nőgyógyász, és ezeket a védőoltásokat be lehet szerezni.
Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltás nem helyettesíti a szűrővizsgálatokat. Dr. Magyar Veronika szerint a védőnői programban is élen jár a megye. Országos szinten jelenleg a legtöbb védőnőt képezték arra, hogy ezt a szűrővizsgálatot elvégezze. Ez főleg azokon a kis településeken jelentős, ahol a nőgyógyászati szakrendelés nehezen elérhető. A Magyar Minőség hírnöke akár Hungarikum is lehet többek között a Beregi Keresztszemes, a Szatmári Szilvalekvár és az Ajaki Lakodalmas, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értékek Tára című kiállítás megnyitóján a megyei közgyűlés elnöke. Sezták Oszkár szerint fontos, hogy a helyi közösségek tudjanak saját értékeikről, ezért indították útjára a megye értékeiről szóló vándorkiállítást, amelyet Nyíregyháza után Túr Istvándiban, Vásárosnaményban és Ajakon is láthatnak majd az érdeklődők. Az elmúlt években egyre gyakrabban használjuk a Hungarikum kifejezést, ám a köznyelvben elsősorban élelmiszereket és italokat említünk Hungarikumként. Azt viszont kevesen tudják, hogy többek között a kulturális örökségek és a természeti környezet is gazdagítja a Magyar Minőség hírnökeinek körét. Az, hogy mi lehet hivatalosan Hungarikum, arról 2012 óta a Hungarikum Bizottság dönt, a piramis elvű rendszer alsó szintjeiről pedig akár egy települési vagy tájegység nevezetesség, például egy hímzés kultúra is felkerülhet a Hungarikumok gyűjteményébe. A hivatalos listán szerepel többek között a pálinka, a matyó népművészet és a busójárás. Tavaly nyáron Szabolcs-Szatmár-Beregben is megalakult a megyei értéktár bizottság, amelynek feladata a térség értékeinek felkutatása, védelme és megőrzése. A megyei értéktárba felvett nemzeti értékek között pedig már ott szerepel a Szatmári Szilvalekvár, a Paszabi Szőttes és az Ajaki Lakodalmas is. A Beregi Keresztszemest emelném ki ezek közül, vagy akár a Szilvalekvárt, olyan, a pálinka már magasabb szinten is van, ugye a Szatmári Szilva pálinka akár, amelyre büszkék lehetünk az elmúlt évszázadokból, és azt gondolom, hogy az is szolgálja ez a kiállítás, ugye, amelyet most a megyeházán nyitunk meg, és vándorútra is indítjuk a megyében, hogy tudatosítsuk ezeket az értékeket a megyében. Ez volt a pályázati program célja is, amin indult a megyei önkormányzat. Az elnök hozzátette, fontos, hogy a helyi közösségek tudjanak saját értékeikről, ezért indították útjára a megye értékeiről szóló vándorkiállítást, amelyet Nyíregyháza után Túr Istvándiban, Vásárosnaményban és Ajakon is láthatnak majd az érdeklődők. Pénteken az önkormányzat alakuló ülésén vette át megbízó levelét Újfehértó polgármestere. A régi új városvezető Nagy Sándor a munkahelyteremtő beruházások elősegítését, az úthálózat és a belvízzel vezető rendszer fejlesztését, valamint az oktatási intézmények ellátottságának javítását említette elsőként a következő 5 év legfontosabb tennivalói között. Újfehértón 5 polgármester jelölt mellett 39-en indultak egyéni képviselői helyért az önkormányzati választásokon. 47%-os részvételi arány mellett a korábbi polgármester Nagy Sándor kapta a legtöbb szavazatot, míg a 11 tagú testületbe 6-an az Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület, 4-en a Fidesz-KDNP színeiben jutottak be, egy városatya pedig a Jobbikot képviseli. Olyan arányú győzelmet aratott az egyesület, amely támogattam, és az egyesület is támogatott engem ezen a választáson, amely azért példaértékű, hiszen az egyéni körzet, 8 egyéni körzetből 6 egyéni körzetben nyertek az egyesület képviselői, és én pedig 10%-os előnnyel, több mint 500 szavazattal kaptam többet, mint az utánam következő. Én úgy gondolom, hogy ez azt bizonyítja, hogy azért az elmúlt időszakban megfelelően láttam el a munkámat, és az a program, amelyet itt a választási kampány alatt felvázoltam, az elnyerte az emberek többségének a bizalmát. A polgármester elmondta, a sok tennivaló között vannak olyanok, amelyek elsőbséget élveznek. A úthálózat legalább részleges utalappal történő ellátásával egy időben nagyon gyorsan be kell fejeznünk, vagy ki kell építenünk a belvízelvezető csatornarendszernek azon részeit, amelyek folyamatosan egy-egy csapadékosabb időszakban gondot okoznak. Emellett természetesen nagyon fontos az is, hogy a oktatási nevelési intézményeinket, egészségügyi intézményeinket megfelelő szinten tudjuk működtetni az elkövetkezendő időszakban, illetve természetesen igyekszünk minél jobb tárgyi feltételeket biztosítani ehhez,
És ami nagyon fontos, és igazából a kampánytéma egyik központi elleme volt, ez a munkahelyteremtés, illetve az, hogy milyen formában tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a megye közigazgatásilag második legnagyobb települése, amely a mezőgazdaságot illetően nagyon jelentős előállított nyersanyaggal rendelkezik, ezt milyen formában legalább elsődlegesen hogy tudjuk feldolgozni az elkövetkezendő időszakban. Az újfehértói képviselőtestület október végén tartja következő ülését, amelyen megválasztják az alpolgármestereket, valamint a különböző bizottságok elnökeit és tagjait. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei 172 kg, mintegy 2,2 millió forint értékű vágott dohányra bukkantak egy tehergépjárműben a 4-es számú főúton. A pénzügyőrök a főút téglást elkerülő szakaszán állítottak meg, majd vizsgáltak át egy magyar férfi vezette tehergépkocsit. A raktérben lévő 6 darab fóliával körbetekert, nevekkel és címekkel felcímkézett utazótáskából és bőrönből, fél kilogrammos kiszerelésekben, nejlonzacskóba csomagolva, finomra vágott fogyasztási dohány került elő. Az utastérben az ülések alatt további zacskókba csomagolt dohány volt elrejtve. A teljes átvizsgálást követően a gépjárműből és a táskákból 343 csomagban összesen 172 kg vágott dohány került elő. A járművezető elmondta, hogy a dohányt Nyíregyháza mellett egy kis településen, egy családi háznál vásárolta, egy általa ismeretlen személytől. A pénzügyőrök a megközelítőleg 2,2 millió forint értékű fogyasztási dohányt, valamint a szállítására használt tehergépjárművet lefoglalták, és költségvetési csalás miatt büntetőfeljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Egy súlyos és három könnyebb sérültje van annak a hármas karambolnak, amelyben két mikrobusz és egy személygépkocsi ütközött össze a 41-es számú főúton Baktalórendháza közelében. A baktalórendházi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói a járműveket áramtalanították, és a baleseti helyszínnel is idejére a helyszínt biztosították. A sérülteket a mentők a nyíregyházi kórházba szállították. A fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését segíti az a program, amely záró rendezvényének a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet adott otthont. A részletekről hamarosan beszámolunk, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Váci Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából felolvasónapot tartottak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi születésű Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő verseit irodalom szerető felnőttek és gyermekek olvasták fel a rendezvényen. Második mérkőzését is megnyerte a Marsó NKK. Sitko Ernő együttese egy végletekig kiélezett találkozón 73-72-re verte a körmendet. A nyíregyházi kosarasok kedden 18 órai kezdettel a Pécset fogadják a Bújtosi csarnokban. A fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését segíti az a program, amely záró rendezvényének a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet adott otthont. A szervezők szakkörökkel, előadásokkal, különböző egyéni foglalkozásokkal igyekeztek felkészíteni a fogvatartottakat a szabadulás utáni életre. Ha valakit megfosztanak a szabadságától, legtöbb esetben érzelmi elsivárosodáshoz, deviáns magatartáshoz vezethet az egyénnél. A szakembereket régóta foglalkoztatja a kérdés, hogyan lehet egy teljesen zárt világban a hosszúra szabott büntetés letöltése alatt a fogvatartottak motivációját megerősíteni abban, hogy a szabadulásuk után tegyenek azért, hogy elfogadja, befogadja a társadalom a már szabadultat. A Hogyan másképp elnevezésű, az Európai Unió által támogatott program projektgazdája a Segítő Kész 2003 Szociális Egyesület 9 éve dolgozik büntetés végrehajtási intézetekben. Az elmúlt évek tapasztalatait, munkáját a program záró konferenciáján mutatták be a szakemberek a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben. A rendezvényen jelen volt Csóti András, BV vezérőr, nagyországos parancsnok, és Sanda Tamás, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. A szakemberek bemutatták többek között a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedését segítő programjaikat, a képzéseket, szakköröket, előadásokat, különböző egyéni segítő foglalkozásokat, amelyek mind arra voltak hivatottak, hogy hozzásegítsék a fogvatartottat ahhoz, hogy a szabadulás után könnyebben birkozzon meg a szabad élet nehézségeivel.
A munka nehézségét, egyben szépségét éppen az adta, hogy a magyar börtönökben hasonló foglalkozások ritkán valósulnak meg. Váci Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából felolvasónapot tartottak a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi születésű Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő verseit irodalom szerető felnőttek és gyermekek olvasták fel a rendezvényen. Váci Mihály nevét egyetlen egy kulturális egyesület viseli Magyarországon, a 2005-ben szerveződött Váci Mihály Társaság kulturális egyesület, amelynek alapító elnöke is részt vett a nyíregyházi költő születésének 90. évfordulója alkalmából szervezett felolvasónapon. Stig Gyula személyesen ismerte Váci Mihályt, erről is szólt a könyvtári rendezvényen. 5,5 éven keresztül, 61 és 66 között a Váci családnál nevelkedtem. Az állami gondozásból frissen kikerülten a Tiszarobi Andrássy kastélynak voltam, ugyanis korábban lakója, és miután az állami gondozásom megszűnt, Zsuzsika nénék, tehát Miska bácsi Zsuzsika néné, a Váci szülei vettek a védőszárnyai alá. Az elnök hozzátette, Váci Mihály egy szegényeket és elesetteket segítő ember, valamint kitűnő költő volt. Az ő emlékére tartottak felolvasó napot, ahol irodalom szerető felnőttek és gyermekek olvastak Váci verseket. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert a versek iránti szeretet egy kicsit lanyhulóban van, akár az ifjúság, akár a felnőttek körében, és azt hiszem, hogy Váci Mihály költészete nagyon jó apropója annak, hogy most egy kicsit a versekre, a versek szeretetére, gyönyörűségére hívjuk fel a figyelmet, hiszen ő nagyon sok szép verset írt a hazáról, a szerelemről, a természetről, az emberekről, az emberi szolidaritásról, tehát én azt hiszem, hogy példát mutat abban, hogy mi a költészet, és hogy milyen magvas gondolatokat, gondolatiságot és érzelmi sikot lehet megpendíteni a költészet húrjain. A felolvasó napot az Országos Könyvtári Hét keretén belül szervezték, a programsorozat Kepes András előadásával zárult a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Második mérkőzését is megnyerte a Marsó NKK. Sitko Ernő együttese egy végletekig kiélezett találkozón 73-72-re verte a körmendet. A nyíregyházi kosarasok kedden 18 órai kezdettel a Pécset fogadják a Bújtosi csarnokban. A körmend kezdte jobban a mérkőzést, a vendégek 10-0-ás rohammal indítottak, és 17-8-ra meg is nyerték az első negyedet. A második 10 perc is a körmendieké volt, a nagyszünetre 24-35-ös állásnál vonulták le a csapatok. Fordulás után megkezdte a felzárkózást a Marsó NKK, a negyed végén már csak 3 pont volt a nyíregyháziak hátránya, a 33. percben pedig a vezetést is átvette a házigazda. A végjáték izgalmasan alakult, 12 másodperccel a meccs vége előtt Nagy Krisztián triplájával 73-72-re módosult az állás, és mivel török dobása lejött a gyűrűről, második bajnoki győzelmének örülhetett Sitko Ernő együttese. Nem szabad megengednünk azt, hogy máskor is így kezdjünk el mérkőzéseket. A 10-0 nagyon nagy előny, ráadásul egy olyan csapat ellen, mint a körmend, aki tapasztalt játékosokkal, sok csatát megélt játékosokkal érkezett ide Nyíregyházára. Nagyon nehéz volt visszakapaszkodnunk, és hatalmas energiákat rabol el a csapat játékából az a küzdelem, amivel vissza tudunk jönni, és újra nyerési eséllyel tudunk állni a mérkőzéshez. Az első fél időben picit távolabb voltunk az emberektől, Ferenc Csaba 2-3-ast is tudott dobni az első néhány percben, holott megbeszéltük, hogy őről nem szabad segíteni, egy métert sem szabad lelépni róla. Aztán a második fél időben közelebb mentünk. Ugye én azt nem szeretem, hogyha fölhozzák a labdát, és a játékosok tudnak nézelődni, tudnak könnyedén passzolni. Nem, mindig ott kell lenni, nem tartalékolni, és mindig zavarni kell az embereket, hogy a labdával, illetve azzal legyenek elfoglalva, hogy megtartsák a labdát, ne tudják mozgatni a csapatukat. Ez a második fél időben már jobban megvalósult, és ennek a kemény védekezésnek tudom tulajdonítani, mert a kemény védekezésből szereztünk néhány labdát, és sikerült néhány indítás kosarat, sőt, gólyó falt kosarat dobni, és ez az, ami át tud mozdítani egy csapatot a holtponton. A két év pécsi játék után visszatérő Nagy Krisztián csapatkapitányként új szerepet vállalt a győzelem megszerzésében. De először is szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, ezt a nyíregyházi szív és ez a nyíregyházi hajtás, úgy érzem, megérdemelte ezt a győzelmet. Hát természetesen azért jöttem haza, hogy a itthoni csapatot is hozzásegítsem egy pár sikerhez.
szerencsésnek éreztem magam, hogy ez a dobás bement. Nagyon örülök neki, hogy győztünk, csak nehéz még beszélni, olyan friss az élmény. A forduló további eredményei Kecskemét-Pécs 80-65, Zalaegerszeg-Albafehérvár 74-71, Paks-Sopron 89-91, Jászberény-Szombathely 87-107 és Szeged-Kaposvár 88-78. A tabella élén álló Marsa NKK kedden 18 órakor a Pécset fogadja a Bújtosi csarnokban. Ismét vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartakusz. Csábi József együttese a labdarúgó NB1 11. fordulójában a Puskás Akadémia csapatát fogadta, és a vendégek 1-0-ás győzelemmel távoztak a városi stadionból. A tabella élén a 30 pontos Videoton áll. A 8 pontos Nyíregyháza a 14. helyen várja a hétvégi újpesti vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Embercsempész szervezetet számolt fel a rendőrség, mint Balog Barnabás, a megyei rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese sajtótájékoztatóján elmondta, 14 magyar és egy ukrán állampolgár ellen folyik nyomozás, közülük 6-an előzetes letartóztatásba kerültek. Októberben 38 ezer fiatal lány kapja meg a méhnyakrák elleni védőoltást, a megyében közel 3000-en élnek a lehetőséggel. A méhnyakrák a nők körében előforduló leggyakoribb daganatos betegségek egyike. A két oltás beadatásával akár 93%-os védettség alakítható ki, ez azonban az egészségügyi szakemberek szerint nem helyettesíti a rendszeres szűrővizsgálatokat. A magyar minőség hírnöke, akár Hungarikum is lehet többek között a Beregi Keresztszemes, a Szatmári Szilvalekvár és az Ajaki Lakodalmas, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értékek Tára című kiállítás megnyitóján a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár szerint fontos, hogy a helyi közösségek tudjanak saját értékeikről, ezért indították útjára a megye értékeiről szóló vándorkiállítást, amelyet Nyíregyháza után Túristvándiban, Vásárosnaményban és Ajakon is láthatnak majd az érdeklődők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, híreinket elolvashatják, híradónkat újra megtekinthetik a Kölcsei Televízió weboldalán, a legfrissebbekről pedig első ízben, kedden este 6-kor, ugyanitt a Kölcsei Televízió csatornáján számolunk be önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Csapadékosra fordul időjárásunk. Éjjel nagy nedvességtartalmú, néhány fokkal hűvösebb léghullám éri el a Kárpát-medencét, megvastagszik a felhőzet és elered az eső is. A nyugati, majd az északira forduló szél többnyire mérsékelt marad, reggelre pedig általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte borult lesz az ég esővel, majd délelőtt megszűnik a csapadék és felszakadozik a felhőzet. Az északi, majd a délnyugatira forduló szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Szerdától péntekig egy markáns légörvény alakítja majd időjárásunkat, esős, szeles, hűvös időt okozva. A hét végére javul az idő, kevesebb lesz a felhő, de már hidegek lesznek az éjszakák.